Na hát igen, itt is vagyunk a szombatesti láz döntője előtt néhány nappal, talán a legizgalmasabb és egyben legdrámai vadás volt, és rögtön a zsűrinek egy mondatával kezdeném, hiszen megakadt a fülemben, hogy azt mondták neked, hogy figyelni kell azt az utat, amit te bejártál az első adástól fogva mostanáig, viszont az első adásban maximális pontot kaptatok, a legtöbbet az összes versenyző közül, tehát akkor tulajdonképpen mit is figyeljünk? Én azt gondolom, hogy a pontszámok nem mindig tükrözik azt, ami igazából maga a fejlődés. Próbáltunk úgy építkezni Tibivel, hogy minden héten többet mutassunk, mint az előző héten. Ehhez nekem kellett fejlődni természetesen, hogyha valaki azt mondta volna 3 hónappal ezelőtt, hogy én spárgázni fogok majd egyszer az egyik táncba, akkor biztos körbe röhögöm. És lám a múlt héten ez is megtörtént. Próbáljuk úgy összerakni a táncokat, hogy az én fejlődésem is tetten érhető legyen, ami sokkal nehezebb feladat, mert magától értetődőnek veszik sokan azt, ahogy én fejlődöm. Könnyednek tűnik, amit csinálunk, nagyon nehéz dolgokat vállalunk be, és így nehezebb azt észrevenni, hogy ez mögött bizony nagyon sok munka van, és ez nekünk is nehéz volt, és van olyan, amiben beledöglöttünk, mire itt könnyedén bemutattuk. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy picit nehezebb az utunk, de Tibi szokta mondani, hogy ami nem nehéz út, az valójában nem vezet sehova. Úgyhogy tapossuk a mi kis utunkat, és hát lám, úgy tűnik, hogy ezt nem csak a zsűri értékelte ma, hanem a közönség is, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ez az este így sült el. Ugyanakkor meg olyan magasra tettétek fel a mércét, hogy egy döntőben, ahol sokkal nagyobb azért gondolom a stressz, vagy a nyomás, hogyan lehet ezt a mércét még megugrani, vagy átugrani? Én igazából úgy gondolom, hogy tényleg ezen az úton fogunk tovább haladni, és maximálisan ebben a tudatban és mentális felkészülésben és táncilag felkészülésben ugyanígy fogunk dolgozni, és szerintem nem fogunk változtatni a stratégiánkon, mert ez nagyon-nagyon jól működik. Odafigyelünk egymásra, egymásra koncentrálunk, nem a versenyre görcsölünk rá, megpróbálunk minél nyugodtabbak lenni, mikor felmegyünk a parketre. Tehát, és ennek fejében pedig így megyünk neki a jövő hétnek, vagyis hát már holnaptól ugye a próbákra, hogy tényleg a lehető legtöbbet kihozni a passzadobléból és a slowfoxból. Más téma, te tényleg katonai felderítő vagy? Tulajdonképpen ez arról szól, hogy amikor háború van, akkor mindenki azzá válik, amihez ért. Ha valaki szakács, akkor szakács lesz, ha valaki elvégez egy első segélytanfolyamot, akkor valószínűleg szanitésznek lesz beosztva. Ez egy kényszer helyzet. Én egész tini koromban búvárkodtam, úgyhogy az én besorolásom katonai felderítő. Egy napig nem kellett, hála Istennek, ezt a tudást, vagy ezt a dolgot megélnem, ugyanis én akkor jöttem el otthonról, amikor a helyzet tarthatatlanná vált. Tibi, ez esetben akkor te táncos lennél, tehát te szórakoztatnád a katonákat, mi meg rádióznánk és közvetítünk. Én azt akartam kérdezni pont a Izától is, hogy most már tud táncolni is, tehát akkor most mi lenne, ha nagy lenne? Tehát igen, valószínűleg én táncos lennék valahol a háttérben. Nem tudom, én lennék a szórakoztató a rádióban, vagy a tévében, nem tudom, tehát így próbálnám feldobni a hangulatot. Na hát ne legyen így, viszont dobjátok fel a hangulatot a döntőben, mi mellettetek vagyunk, és köszönjük. Reméljük köszönjük sok sikert. Mozaiknak. Stábnak is, a mozaik stábnak, és köszönjük a szavazatokat is, Iza nevében, tehát... És még azt szeretném elmondani, hogy egész héten lehet szavazni, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy tudom, hogy ez egy megelőlegezett bizalom, remélem, hogy itt az elmúlt 5 adás alatt már rászolgáltunk, és ne feledjétek el, hogy egész héten kell szavazni ahhoz, hogy az adás napján esetleg előkelő helyen végezzük. Hát kívánom, hogy legyen úgy. Köszönöm, sok sikert, sziasztok!